vagyok, remélem, hogy ahogy jó a kép, jó a hang is. Ma 2021. május 21-e van, köszönöm szépen, és ma is egy 45 perces Skyway webinárt fogunk tartani. Van elég sok információ, és egy rövid bemutató a cégről, egy csomó információ, és akkor a harmadik részben egy képes bemutató a fejleményekről, mit készített el a cég, milyenek a tervek, és körülbelül erről fogok ma este beszélni. Azt már mindenki tudja, hogy a cég alapítója Alexander Eduardovics Junicki, és ő már több mint 40 éve készíti ezt az ötletet, ezt a projektet, és 2014 júniusában elkezdték komolyan elindítani ezt a projektet, a befektetőket keresni világszerte erre a HUR technológiára. Ami ugye, én mindig mondom, nem jövő, ez most már jelen szállítási rendszer, egy külön technológia, ami még idáig nem létezett a világon. Vizuálisan igen lehet látni hasonlót, de ilyen technológia még nem létezik sehol. Még mindent kell certificírozni, majd meglátjuk később, hogy mit sikerült már a cégnek elintézni. A 2021-es évben mi átlag 2016-17-ben léptünk be nagyjából, de még a mai nap is lépnek új befektetők a cégcsoporthoz. Ők már most sokkal konkrétabb információval rendelkeznek, mert 4-5 évvel ezelőtt egy-két katalógus vizualizációt lehetett. 2016-ban, novemberben volt az első Unibike elindítva Marina Gorkába, szeptemberben pár hónappal előbb mutatták be az Innotranson, a berlini kiállításon, ahol én is voltam, úgyhogy már akkor láttam, hogy létezik, de évek után az emberek nem hitték el, hogy ilyen járművek léteznek, meg ezt a technológia. Most is vannak sokan, akik szkeptikusak, egyszerűen nem tudják elképzelni. Az az érdekes, hogy 2014-15, még 16-ban sok negatívumokat írtak a Facebookon is, meg az interneten, és ha meglátjuk most visszafele, most már nem írnak, mert ha valaki írna valami negatívumot, hogy ez nem létezik, akkor kinevetnék az emberek. És én örülök, hogy így van, örülök, hogy egy ilyen üzletben vagyunk együtt, és hogy most már világszerte majdnem 400 ezer befektető segíti és támogassa ezt a projektet, több mint 200 országban és régióban, ahol a befektetők úgy léptek be, hogy crowd investing opcióval, szóval mindenki befektette a pénzt, kapott egy dokumentumot, hogy mikor a cég kimegy a tőzsdére, akkor ennyi részvénye lesz neki. Ezt mindenki a webirodában meg tudja nézni. Ha jól tudom, 19 nyelven megvan a webiroda, magyarul is van, úgyhogy majd benézzünk kicsit később a webirodába. A crowd investitor opció az olyan, hogy a befektető beteszi a pénzt, és várja, hogy a cég kimenjen a piacra. Nálunk most fel kellett építeni ezt a technológiát, bemutatókat csinálni, világszerte,
körülbelül 10 világkiállításon voltak, és eladja a terméket, és nyereséget termel. Utána a hozam úgy mutatódik, hogy megkapjuk a osztalékot, vagy eladjuk a részvényünket, ami akár százszor vagy ezerszer is többet ér, mint mikor befektettük a pénzüket. Még most is, ha valaki 3-4-5 centér vásárol, akkor ha kimegy a tőzsdére a cég, akkor 1 dollár lesz a részvény értéke. Úgyhogy most is legalább 20-szorosan nyernek a befektetők. Ez korrekt, mert azok, akik 5-6 évvel ezelőtt befektettek, igaz, hogy a pénzükért több részvényük lesz neki, de többet várnak. Aki meg most fektet be, lehet, hogy már jövőre vagy 2 év múlva el tudja adni 20-szor, 30-szor nagyobb értékbe a részvényeit. A Skyway Community-n keresztül működik ez a rendszer. Ez egy partner cég, a GTI az anya céggel, és a Unitsky Skyway cégcsoport irányító cégéhez tartozik. Úgy működik, hogy megvásárol különböző részvényeket, és utána papíron nekünk eladja, akkor mikor mi kifizessük a csomagokat, a ARS Holdingbe átutalják az adatainkat, és kb. Másfél-két hónap alatt nekünk megjelenik egy certifikát, egy bizonyíték, hogy mennyi részvényünk van. Ezt bármikor ki tudjuk nyomtatni, vagy megrendelni eredeti certifikátot, ami 10 dollárba kerül, és akkor kipostázzak a címünkre. Most már a cég annyira haladt, hogy mi 6.-7. fázisba léptünk a céghez, és most úgy van, mindjárt mondom a legújabb információt. Kedden volt egy top expert, meg egy régióvezetői konferenciám. A napokban bemutassák a 14.2 fázist, utána 1-2 hónap múlva 14.3 fázist, és akkor megint 1-2 hónap múlva a 15. fázist. A 14.2 és 4.3 fázis, ezt terv szerint át kell vezetni, és csinálnak sok promóciókat, akciókat, hogy ezen túl menjenek. A 15. fázis a Unitsky szerint eltarthat akár 2 évig is, de a finanszírozást az idén be akarják fejezni. Ez egy hivatalos információ, hogy év végére a 15. fázis, ami azt illeti, hogy a finanszírozás, a részvényvásárlás, azt be akarják teljesen fejezni, és jövőre már lehet, hogy nem tudunk venni több részvénycsomagokat. A tokent, azt még tovább fejlesztik, várható júliusban, hogy elindítsák, nem tudjuk még a zárát, security token lesz, és de nekünk adnak olyan lehetőséget, hogy elsőként megvásároljuk. A Maslow szerint már év végére ilyen nagy tőzsdéken ki fog menni, és beváltható lesz akár fiat valutára, euróra, dollárra, vagy másik kriptovalutára. Aki megtartja a tokenokat, az a tokenokkal kap majd osztalékot, és utána bármikor ezt be lehet váltani.
Azért tart majd lehet, hogy 2 évig a 15. fázis, de ugye nekünk az a fontos, hogy a finanszírozás azt az idén be akarják teljesen fejezni. Azért, mert körülbelül 2 év kell, hogy felépítsék ezt a gyors pályát 500 km sebességgel, és arra van két lehetőség. Van olyan lehetőség, hogy ugye ez Dubajba lesz, és nem Dubajba, hanem Abu Dhabi túl Dubai felé. Vagy találnak olyan befektetőt, aki kifizeti ezt a 200 millió dollárt, amennyibe kerül ez. A másik opció, akár még az idén is kimehetnek a tőzsdére, és azt tudjuk, hogy mi fél évig nem tudjuk eladni a részvényeinket, de a cég el tud adni 200 millió dollár értékű részvényt, és ezzel kifinanszírozza. Ez nekünk is jó lesz, mert akkor már jövőre el is tudjuk adni valamennyi részvényünket, ha úgy gondoljuk. A európai piac és a MENA régió tervezés. Itt a cég már megbeszéléseket tart különböző országokkal, célprojektekkel. Olyan szerződéseket írták alá, ami titkos, és ezt még nem szabad nekik elmondani, de az idén olyan új 3-4 célprojektet írnak alá, és legalább még 3-4 projektet építenek. Azt kell tudni, hogy az Emirátusokban megvan a 400 méteres pálya, ami már készen van, és további 2 pályát építenek, ami folyamatban van. Ez a pálya is nem csak bemutatóra, hanem mint célprojekt, és el lesz adva a megrendelőnek. Ez is Junicki mondta. Már 12 féle jármű modellt kifejlesztettek, 5 modell teljesen le van certificírozva, úgyhogy megvannak már az engedélyek. Ezt már mondtuk. A új információ a 15. fázisról, ezt egy pár mondatban megpróbálom lefordítani. A konstrukció befejezése, tesztelése és a teszt tanúsítása. A nagysebességű projektet, akkor a Skyway technológiának bemutató terme a nagysebességű 500 km-re. A személyszállítás elvek szerint az a csuklós vonatot be akarják fejezni, ami még érdekes, a konténer, az már most elindult, és azt teljesen megkapják már az idén is minden engedélyt. Akkor a folyékony áruszállítás, olyan tank, akkor folyékony áruszállítások a termékvezeték elv alapján, és ami nagyon fontos, ez a 7. információ továbbítása kommunikációs vonalakon keresztül, és bekötve a pályára, ezt tudjuk, hogy a blockchain technológiával fogják majd vezetni. És a nagysebességű komplex jellemző, ugye, ez a tesztszakasz nem 16 km, hanem 60 km-re van tervezve, és 450 km lesz a normál sebessége, és akár 250 ezer utast per 24 órán át tud vinni, és a pálya legnagyobb becsült lejtése 15%. Ez is nagyon nagy, mert a vonatok ilyen 3-5%-ot tudnak a normális, hagyományos vonatok. Ezt is a Junicki utolsó beszédjébe elmondta,
hogy a jövőbeli tervek, hogy 5 év múlva a cégcsoportunk tőkéjének legalább 500 milliárd dollár lesz, és 10 év múlva ez 1000 milliárd vagy 1 milliárd dollár. Több 10, majd több 100 projektet fogunk dolgozni. A webirodába még azok, akiknek az első vonalba vásároltak mostanában új csomagokat, azok kaptak még kupont, és attól függ, hogy mikor, van, amelyik kupon ilyen plusz 50%, ugye mindig szoktam mondani, hogy részvény, de igazából hivatalosan tulajdoni hányad, mert részvény akkor lesz, mikor kimegy a tőzsdére. Úgyhogy ezeket a kuponokat még tudjuk használni, ha 1000 dollárért kapunk, nem tudom, 32 ezeret, akkor még 16 ezeret pluszba jóváírnak, mikor kifizessük ezt a csomagot. Megkérnélek benneteket, hogy mikor bementek az irodába, mindegy, hogy most kéritek-e vagy nem, de nyomjátok meg ezt, hogy kérvény beadásra kerül. Én már megnyomtam, és ez a Faces of the Future, ez a csomagot nagyon sokan szeretnék, de most attól függ, hogy hányan kérik. Ha többen megkérik, akkor újból lesznek ezek a csomagok. Azért mondom, hogy kattintsatok rá, mert ha nem is kéritek, de vannak nagyon sokan, akik ezt a 500 ezer részvényet meg akarják vásárolni, 5000 dollárért, és ez egy a százal diszkont. Ez segít előre vinni a céget is, és központi cégnek elküldték a Skyway Community-ból, de még mindig nem adták meg az engedélyt a Unitsky String Technology, mert talán nem jelentkezett elegendő érdeklődő. Úgyhogy ha meglássák, hogy több ezer embert érdekli, akkor megadják újból ezt. Mindegy most, hogy lesz hologram vagy nem, szerintem lesz, de ez egy nagyon komoly csomag, és nagyon sok érdeklődő, szinte minden nap valaki rákérdez. Úgyhogy ezt ajánlom. A múlt héten elindították a merch kártya befizetést, ez idáig legegyszerűbb, egy perc alatt be lehet fizetni, 10 dollártól akár 3000 dollárig is naponta. És automatikusan ott van a webirodába a pénz. 4%, igaz, kicsit magasabb jutalék, de nagyon gyorsan működik. Ilyen 100-200 dollárra ez a legkönnyebb befizetés, nem kell bankon utalni. Máskülönben a banki utalás olyan 3 nap átlag, van mikor 2, de leginkább 3 vagy 4 nap alatt beérkezik. A kriptovalutás, a Ethereum vagy USDT az nagyon gyorsan működik. Nekem Ethereum utoljára 2 perc alatt 2 dollár 16 centért beérkezett, 280 dollárt utaltam, és a Bitcoin is 20 percen belül még a blockchain átmegy. De a Bitcoin általában 20-30 dollárt is a blockchain levesz, úgyhogy kicsit drága most. Mindenki kiválassza, ahogy akarja. Itt vannak a csomagok, ezt csak így gyorsan átmegyünk, ez mindenki megtalálja a saját irodájába. Ugye itt vannak ezek a nagy prémium csomagok, ha tudtok ilyen befektetőket, aki nem akart évek előtt befektetni, hanem most, akkor itt a utolsó lehetőség. Én gondolom, hogy még olyan 6-8 hónap maximum lesznek ezek a csomagok, természetesen 15. fázisban kisebb diszkonttal, és utána már jövőre vagy jövő év elején meg lesz szüntetve
a finanszírozás. Ha az idén ők vagy kimennek a tőzsdére, vagy sikerül találni nekik befektetőt erre a 200 millióra, akkor a finanszírozás a 15. fázisra befejezik, mert az a 25 millió dollár, amennyi be kelljen, hogy kerüljön a céghez, a tőzsdén azt simán el tudják adni. Úgyhogy ne maradjon le az, aki még esetleg tervezett. Most itt van május közepe, lehet mondani, fél évünk van még bemutatni a Skyway-t olyan személyekre, és ez soha többet nem lesz, mert a tőzsdén azt tudjuk, hogy egy dollárral mennek ki, úgyhogy egy fél év múlva ezek szerint befejezik. Meglátjuk. Ide rá kell kattintani a befektetőknek, és mindjárt az első menüpont itt most nem látszik, és a tulajdoni nyilvántartás jegyzékének e-mailben elküldik. Egy kattintás, és már mehetünk az e-mailen, meg tudjuk találni ezt a dokumentumot, ami igazolja, hogy mennyi részvényünk van, vagy lesz. Ha valaki meg akarná rendelni magának, akkor ide rá kell kattintani, be kell írni a címünket, kifizetni a 10 dollárt egyenként, és kiküldik a certifikátot. Ezeken a kis felhőcskéken megvannak a szerződések, ha valaki esetleg le akarja szedni a szerződést. És itt az alsó részén ez a részvény, ez már ki van szállítva. Itt meg lehet látni, vagy letölteni azt a certifikátot, de ez ki lett küldve már postán is. Így néz ki a Euro-Asian Real Skyway System Holding Limited. A 1-es, 2-es az már nem küldenek, vagyis az már el van adva, most csak a harmadikba van még szabad hely. De ezt mondom, ahogy most ezt az információkat bemondták, még az idén, úgyhogy fél évig lehet még vásárolni. A PIN kódot, ugye ezt múltkor is már mondtam, még egyszer megismétlem, ki lehet választani, menjetek a biztonsági beállításon, csináljatok egy PIN kódot, nagyon jó levét, mert senki nem tudja átrakni a pénzt, esetleg ha van befizetett pénzetek, vagy a bónuszszámlán, se nem tudja kiküldeni bármilyen processzorra, vagy blockchain walletra, pénztárcára, ha nektek megvan ez a PIN kód. Meg lehet cserélni a webirodába a jelszót is, mit tudom én, ha nem is használjátok annyiszor, de évente legalább egy-kétszer cseréljétek meg, tegyetek valamilyen új jelt, vagy betűt, számot, és a Google Authentificatort is be lehet majd kapcsolni. Azok, akik kapnak bónuszt, azoknak javaslom, aki meg nem, az megvárhassa még, mikor elindul az osztalék fizetés, meg vagy a részvény árusítás. Azt látjuk már, hogy régóta Minskbe, ugye ott a központ a cégnek, és megy már a gyártás, már 12 modell járműt legyártottak. Marina Gorkába most tavaly nem volt, háromszor volt, nem mi háromszor voltunk, de négyszer volt Ecofest. Őszre megtudjuk, hogy lesz-e, és hol lesz az Ecofest. Addig nem adnak információt, nem tudják, hogy hol tudják majd megtartani. Nagyon gyönyörű képeket tudtunk fotózni, és igazán ebbe a Ecotechnoparkba évente egyszer, főleg volt szerencsék, ilyen szép idő volt, meg tudtuk látogatni
utaztunk is, ugye többször, 5-6-szor is különböző járművekbe, és ez egy élmény volt mindenkinek. Sokan elhozták a családjukat, és egy ilyen 3-4 napos kiránduló volt, kicsit megismertük Minszket is. Van egy érdekes dolog, a Dubai metro az 1 kilométer körülbelül 120 millió dollárba kerül, a monorail az meg 60 millió dollárba, 1 kilométer. A mágneses az még több, és a legócskább, leglassabb sikló az is 5 millió dollárba kerül. A Skyway komplet infrastruktúrával mindennel felépítve 4 millió dollártól van ottan Dubajba, vagy Sharjahba. Óriási különbség a záron, a technológián, biztonságon, és ne sorolja minden pénteken, hogy mennyire fontos, és legfontosabb, ugye, hogy nagyon-nagyon legbiztonságos utazás. Itt vannak a modellok, ezt már mindenki ismeri. A legújabb most a Unicont, ami 35 tonnát visz, és érdekes, hogy épp most felírtam, hogy ne felejtsem el, előbb elmondom a Unibuszt. A Unibusz az 14 személy, 150 km per óra, személyenként 0,9 kilowattot használ. Villanyármat 100 kilométerre. Úgyhogy nagyon-nagyon olcsó. 50 ezer utas tud egy óra átvinni, és 1 kilométer per utas 0,02 dollár, 2 cent egy kilométerre, vagy 2 dollár 100 kilométerre, ami 600 forint, annyival lehet 100 kilométert utazni. Ez hihetetlen. Na, a teherszállítás, az meg 0,01 dollár, szóval 1 cent 1 kilométer per tonna, és 120 kilométer sebességgel megy. 1 dollár 100 kilométerre per tonna. Ilyen olcsó teherszállítás nem létezik még. Ez is érdekes, mert itten be lett mutatva pár évvel ezelőtt ezek a modellok, és bal felén meglátjuk, hogy már léteznek, és már le van tesztelve 12 modell, és 5 már megvan teljes engedély nekik. Különböző certifikátokat, ISO 9001, ez a minőségi certifikát, különböző diplomákat, levédett termékek. Összesen 36 épületünk van. Jó, így is kell mondani. Miénk, mert mi crowdfunding investícióval mi része vagyunk ennek a, nem csak a projektek, hanem az egésznek. Ma, holnap itten több százezer, lehet, hogy pár millió kilométerek is, és ez az a mi vagyunk a részvényesek. Ez nagyon-nagyon fontos. Az új irodaház, ami most pár hónapja lett 12 ezer négyzetméterre területen felépítve, megvették ezt, és itt van nekik az irodaház. Ugye azt tudjuk, hogy a Dubai Közlekedési Minisztériummal kötöttek szerződést, memorandumot, és ott a Sharjahban már mi is elmentük, megnéztük, mikor elkezdték építeni. Ez pontos 2 évvel ezelőtt volt, és most már a 400 méteres pálya teljesen működik, megvan az engedély, már utas szállításra is megvan nekik az engedély, és lehet látni, hogy milyen szép képek. Itt van a mai egy új kép, még mindig látszik, hogy ez a 2,5 kilométerre várják a sineket, hogy fel legyen rakva, egy pár nap kell. Igaz, hogy május vége fele van,
de lehet, hogy még, lehet, hogy már a következő pénteken ez is meg lesz. Mert ez gyorsan egy pár nap kell nekik, hogy felrakják. A Unicar, ugye, egy gyönyörű, nekem legszebb jármű, nagyon kényelmes, szépen néz ki, kényelmes, jó utazni benne. Ez nagyon fontos, hogy ilyen technológia nem létezik, hogy egy szobában, monitoron keresztül teljesen ellátva az egész projektet figyelik, automatizált rendszer, nincsenek sofőrök, igazából büszkék lehetünk, hogy egy ilyen projektben benne lehetünk. Ez is egy állomás, egy központ. Sok szép kép, ha minden rendben lesz, és sikerül elmennünk, akkor mi is megszervezzük az utat. Most még nehéz ilyen hosszú távon szervezni, de akár október-novemberben el lehet menni, akkor is ottan nagyon kellemes idő van, 25-30 fok, úgyhogy még fürödni is lehet. Ugye megvan ez a reklám, hogy $1 per 100 tonna egy kilométer. Mert egy cent, egy tonna. Sok híres ember már volt, akinek bemutatták, ugye a Sheikh Sultan, a Mohammed Al-Qassimi, a sárgyai Sheikhnek be lett mutatva, akkor gyönyörű belseje a Unicarnak. Akkor vannak itten a többi projektek, a másik Korfakkan kikötőre, ez 130 kilométer, ezt is várjuk, hogy hivatalosan bejelentsék, hogy ezt is kezdik építeni az idén. Ez is teherszállítás lesz, ugye konténereket fognak szállítani, egyik részről a másikra, sokkal olcsóbb és gazdaságosabb, és nincs külön idő, hogy ezeket a konténereket kirakják, automatizálva megy, nagyon profin ki van találva, és ezt is ki akarják építeni. Rengeteg újságíró, meg különböző vendégek látogatják Sharjah-t. Látszik, hogy nagy érdeklődés van, bár alig építettek egy pár épületet. A Szaúd-Arábia üzletemberek, ugye ottan tudjuk, hogy van az a Eri projekt, ami teljesen autómentes városokat akarnak, várost akarnak felépíteni, több százezer vagy egy millió lakost terveznek, úgyhogy ők meg tudják ezt csinálni, van nekik terv, van nekik pénzük. Várjuk ezt is, hogy amit a Mohammed bin Rashid, a dubai sheik aláírta ezt 15 kilométert, tudjuk, hogy most készen van a pályázat, és kiválasztottak egy másik kivitelezőt, akivel ezt az idén ugye fel akarják építeni ezt a 21 állomást. Utána akkor be tudják mutatni az expón is. Épp most néztem valamelyik nap egy videót, mindig ott a Sharjah-ban, amikor tartanak valamilyen előadást, akkor a Skyway-t is bemutatják, mint fő partner, közlekedési partner. A Expo Dubajba, ha valaki tervez menni, külön október 1-től március 31-ig 2022-ig fog tartani, és minden nap a Skyway-esek ott lesznek, és bemutassák a lineáris városokat, okos városokat, meg bemutassák ezt a közlekedést, és küldik az embereket Sharjah-ba, menjetek, nézzétek, próbáltok meg élve is igazából mindent. Ami még fontos, hogy ezt elkezdték, most nem tettem be a prezentációba a képeket, ezt a modellt, ezt elkezdték építeni,
úgyhogy nem sokára bemutassák majd. Ez lesz egy ilyen bemutató, nem tudom, azt hiszem, hogy 7 méter hosszú. Vissza. Há igen, itt van a hölgy, ez ilyen 7-8 méter hosszú, és egy standon bemutató osztályon lesz majd ez a Skyway. Az igazán ez az Expo 2020-as nagyon-nagyon szép lesz, nagyon érdekes, aki megteheti, az menjen el. Ha mi tavaly akartuk megszervezni, 1100 euróba került volna, 7 nap hajóutazás, 3 nap Dubai, hotel, még a busz is, repülő, minden olyan 1100 euróba került volna. Ha megtehessük, akkor az idén is ezt megszervezzük. Ezek a képek lesznek nem sokára Dubaiba elindítva, és amit szerettem volna mondani, mikor kicsit körülnézünk a nagy cégekre, akik évekig készítették, finanszírozták, építették, próbálkoztak, és valaki megvásárolt 10 000, 100 000 részvényt, azok mind ma milliómosok. Azt mi soha nem tudjuk, hogy 5 év múlva, meg 10 év múlva mennyi értéke lesz ezeknek a részvényeknek. Ne hasonlítsuk össze valamilyen token, ami kiment 0.00001 centért, és akkor 2-3 meg 5 dollárra felment, ugye? De annyi, az nagyon nehéz, de hogy 20 meg 30 dollár lehet 5-10 év múlva 100-200 célprojekt világszerte, azt mindenki el tudja képzelni. És ha ma vásároltatok, nem tudom, 100 000-et csak, vagy 500 000-et, akkor számítsátok ki, hogy milyen nagy érték lesz. Az igaz, hogy a cég vissza fogja majd vásárolni különböző részvényeket, de akinek nem annyira nagyon sürgős, ne adja el 5-10 centért, mert lehet, hogy már egy év múlva több mint egy dollár lesz. Úgyhogy vigyázzatok a részvényekre, legyetek büszkék rá, hogy egy ilyen projektre befektettetek akár 250 dollárt, vagy 1000 dollárt, vagy 10 000-et, minden befektető számít, és mindenkinek meg lesz az értéke. Ha még egy fél évig tudunk vásárolni, akkor ezt is megtesszük. Én is vásárolom a részvényeket. Egyszerűen akarok segíteni a cégnek, hogy menjen előre. Ez pár száz dollár havonta, de akkor is minden dollár fontos, hogy ez elinduljon. Az idén a cég szerintem már nyereséges lesz, mert ha elad 2-3 projektet, már ugye ez is beleszámít a Sharjah-i projekt, meg az a Dubai, meg az a Kaurfakkan, meg nem tudom mi van még, mert igazán ezt nem mondják. Ja, igaz, van a lineáris város, ezt elfelejtettem mondani. A Szoller František és a Vladimir Maslov ott vannak kint Vietnámban. 28-án jönnek vissza, ez jövő péntek, és napokban tárgyalnak 3 kivitelezővel, akik majd építik ezt a 100 millió dolláros projektet. 50 millió dollár állítólag már ki van finanszírozva, sajnos 3 hétig, vagy menni, egy hónapig is izolációban voltak a szobába, de most már igazából tárgyalnak úgy, hogy mennek előre. Én köszönöm szépen mindenkinek, minden résztvevőt a mai estén, hogy 40 percig tűrtetek. Fel van véve, hétfőn felteszik a YouTube csatornára ezt a prezentációt, és jövő héten új Mirapolis lesz. Remélem, hogy nem lesz gond, gyertek be előbb,
mert kicsit bővítettek. Kellemes ünnepeket! Köszönjük szépen, és további szép estét és szép hétvégét mindenkinek. Sziasztok!